Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. május 28-án kedden. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Gyermeknapi rajzverseny eredmény hirdetése. Kiállítás megnyitó a Túri Fazekas Múzeumban. Jubileumi hangvers. Jó, akkor mondom. Május 26-án tartják a gyermeknapot, és ennek okából a közösségi ház rajzversenyt hirdetett, amelyre rengeteg beadvány érkezett. Az eredmény hirdetése május 24-én pénteken került sor a közösségi ház nagy termében. Köszöntök mindenkit a közösségi ház által kiírt gyermeknapi kiállítás megnyitóján és egyben eredmény hirdetésén. Rengetegen rajzoltatok felhívásunkra, amit ezúttal is köszönünk nektek. Idén Benedekelek ütéséből a kedvenc mesehősöm volt a téma. Benedekelek, magyar újságíró, a nagy mesemondó születésének 160. halálának 90. évfordulójára is emlékezünk ezzel a pályázattal. A gyermeknapi rajzkiállítás eredmény hirdetésére került sor május 24-én a Közösségi Ház nagytermében. Mit tudhatunk a részletekről? Nagy Ferenc tanárúrral és Katona Mirjam Óvó nénivel hárman zsűriztük a rajzokat. Nagy öröm volt számunkra, hogy idén is ilyen sokan neveztek, úgyhogy köszönjük a gyermekeknek, illetve a pedagógusoknak, és köszönjük a felkérést a közösségi háznak, hogy zsűrizhettük ezeket a nagyon szép pályamunkákat. A zsűrizés során három szempontot vettünk figyelembe. Az első az volt, hogy a rajzok kidolgozottak legyenek, a második, hogy az előteret és a hátteret is teljes mértékben kitöltse a rajz, a harmadik pedig az, hogy a gyermeki báj megjelenjen ezekben a rajzokban. Azt fontos elmondani, hogy nagy egyetértés volt a zsűriben. Úgy zsűriztünk, hogy két kategóriában zsűriztük ezeket a rajzokat. Elsőként mindhárman kiválasztottuk azokat a pályamunkákat, amelyek a legkedvesebbek a számunkra, utána pedig ezekből a pályamunkákból kiválasztottuk az első három helyezettet, illetve minden kategóriában egy-egy külön díjat is kioszthattunk. Egy kategória esetében nehezebben döntöttünk, de sikerült meghozni a döntést. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kezdeményezés ez, hogy minden évben megrendezi a közösségi ház ezt a rajzpályázatot, és hogy idén is majdhogy nem 200 munka beérkezett, úgyhogy biztatunk mindenkit arra, hogy jövőben is vegyen részt ezen a rajzpályázaton, és bízunk abban is, hogy a gyermekekben, a továbbiakban is benne jön majd a rajzolás szeretete. Mit tudhatunk a külön díjak értékeléséről? Számomra minden évben, mint most is nagy megtiszteltetés, hogy Mezőtúrváros önkormányzata nevében én adhatom át, illetve én választhattam ki a külön díjasokat. Nagyon nehéz döntésem volt, különösen az alsó tagozatban, ahol megint rengeteg csodálatos rajz született. Ugye most a téma a Benedekelek alkotásai voltak, tehát a gyermekeknek ezekből a mesékből kellett kiragadni egy-egy pillanatot. Elmondhatom, hogy csodálatosan sikerült, tehát minden gyerek érezte azt, hogy a meséből melyik az a pillanat, amit meg kell örökíteni. Nagyon szép színes alkotások születtek, ez mind mutatja, hogy milyen szépek a gyermekévek, milyen boldog gyermekekről van itt szó. Úgyhogy az idei évben is rengeteg csodálatos mű született, és akkor ezekből próbáltam kiválogatni azok alapján, hogy mégis melyek azok, amelyek kimagaslanak a sok-sok gyönyörű alkotásból. Milyen szempontunk szerint történt az értékelés? Nagyon fontos volt, hogy azért a mese egy-egy momentumát visszatükrözze a rajz. Természetesen, amikor kiválasztottam egy-egy rajzot, akkor figyeltem arra, hogy korosztálynak megfelelő-e az a rajz, amit készítettek, és nekem mindig nagyon nagy öröm és boldogság, amikor a színes rajzokat és a gyerek személyisége visszatükröződik ezekben a rajzokban. Ezúton is szívből gratulálok Mezőtúrváros önkormányzata nevében, és azt kívánjuk, hogy jövőre is ilyen sok kedves rajz érkezzen be a gyermekrajzpályázatra. Szőnyeg Szegvári Eszter nyitotta meg a Szuvenírek és vitrin díszek a 60-as, 70-es évekből című kiállítást május 23-án a Túri Fazekas Múzeumban. A kiállított porcelánok Borbély Tamás és Sebők Judit gyűjteményéből származnak, amelyeket évek óta gyűjtenek és kutatják a történetüket.
Sebők Judit és Borbély Tamás jó nekünk itthon szuvenírek és vitrindíszak a 60-as, 70-es évekből című kiállításának megnyitójára került sor május 23-án a Túri Fazekas Múzeumban. Mit tudhatunk a részletekről? Köszönjük szépen a meghívást. Zsolttal már nagyon régóta ismerjük egymást, és amikor Budapesten volt Veres Miklósnak az emléktábla avatása, akkor felkért minket, hogy a Miklóshoz kapcsolódóan és a korhoz, a témához kapcsolódóan rendezzünk egy kiállítást a gyűjteményünkből. Mit tudhatunk a gyűjteményről? Elsősorban a gyűjtemény alapját a Judit 10 éves gyűjtő munkája adja, és ehhez talán egy 5 éves barátság fűz a Judithoz, és én is így kapcsolódtam. Próbáltunk egy olyan szegmest kiválasztani, ami még nincsen kutatva, és sikerült a még élő tervezőkhöz eljutni, és mondhatjuk így, hogy megmenteni ezt a történetet, hogy mondjuk a 60-as években hogy készültek a szuvenírek, vagy a kereskedelem és az ipar mit kért a gyáraktól és a tervezőktől. Milyen darabok kerültek kiállításra a mai napon? Ez egy izgalmas kérdés, szóval próbáltunk egy egységes képet létrehozni, de körülbelül 4-5 gyárnak a termékei, és azt mondhatjuk, hogy inkább az 50-es évek vége, a 60-as évek eleje, és talán van pár termék, ami a 70-es évekre is átnyúlik. Interjúzva az alkotókkal, furcsa kérdéseket tettünk fel, hogy például miért nem sikerült mondjuk Győrt, tehát voltak olyan városok, amiből 5-10-15 darabot is sikerült összeszedni, de például mondjuk közeli Szolnokból csak 2 darab készült. És ezekre a kérdésekre igazán nem kaptunk választ. Megrendelésre készültek, mondták nekik, hogy kell készíteni tájjellegű dekorokat, és ők képről, vagy például Dunaújvárosi kirándulást szerveztek, és ezekről készítették ezeket a dekorokat. Ma tulajdonképpen sikerült az országot lefednünk ezekkel a szuvenírekkel. Azt hiszem 30-40 városról van emlékünk. Tudna esetleg egy-két olyan darabot említeni, amely az önök szívéhez a legjobban közel áll? Mondtuk ezt, hogy az ilyen nehéz kérdésekkel nem igazán tudunk megbírkozni. Tulajdonképpen mindegyik. Azokat szeretjük, amelyekhez ellátogattunk a tervezőkhöz, és a tervezőknél megtaláltuk az eredeti dekorokat, és így tudunk róluk háttér információt. Előbb említettem a Dunaújvárost, vagy Seregély Márta például szaváriát készítette, ő onnan származik, és ez a szívügye volt. Azok igazán a kedvenc darabjaink, amikhez tudunk történetet kötni. Egyébként a kiállításon látható is, hogy a tervezőkről külön-külön is megemlékeztünk egy-egy idézettel, és egy-egy kis válogatás a munkáikból is szerepel a szuvenírek mellett. Ezért is szuvenírek és vitrindíszek a kiállítás címe. Vannak esetleg tervek a jövőben? A Judit régebben kezdte a gyűjtést és a kutatást. A kiállításon hallott Szőnyegszegvári Eszter a mi segítőnk, és patronálunk, így is lehet mondani. Vele együttműködve már van 6-7-8, és még ettől is több interjúnk, amit szeretnénk egy füzetbe vagy egy könyvbe gyűjteni, és a elkövetkezőkben ezt szeretnénk elkészíteni, de ez egy hosszabb munka, de ehhez már egy nagyon nagy anyag kész van. A Vadvirág Népdalkör 10. jubileumot ünnepel, és ez alkalomból rendezték meg a május 25-én a hangversenyüket a Közösségi Ház nagytermében. A részletekről Bíró László, a Dalkör művészeti vezetője nyilatkozott stábunknak. Nagy öröm számomra, hogy mondjuk olyan értelemben nem, hogy nagyon gyorsan telik az idő, mert amikor 2010-ben polgármester lettem, akkor ismerkedtünk meg, azt követően ismerkedtünk meg Lacival, és hát láttam a szemében, hogy ő az az ember, aki aztán abszolút színpadra termett, és láttam már benne akkor is azt az energiát, amit most is felfedezni véltem, tehát nem kopott meg egyáltalán ez az energia, és én úgy gondolom, hogy még jó ideig kitart. Ez annál is nagyon sokat számít, hogy a népzenei hagyományaink továbbadása, megőrzése egy nagyon-nagyon fontos küldetésünk mindannyiunknak, és hát természetesen akik ezt művelik, azoknak pedig különösen.
Nyilvánvalóan nagyon fontos ezeknek a tovább örökítése, hiszen a felnövekvő generációknak ezt mindenképpen meg kell, hogy ismerjék, és hát az ilyen alkalmak a legkiválóbbak erre, és hát nem kell mondjam, hogy mennyi behatás, milyen hatások, információk érik a ma felnövekvő generációkat. Sokszor ezek károsak is. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy az iskolában is, és az is nagyon örömteli számomra, hogy a művészeti oktatást végző iskolánkban is nagyon sok mezőtúri gyermek tanul. Ezáltal én biztosítottnak látom azt, hogy ezt a hagyományunkat, ezt az óriási értékünket megismerjék. Természetesen annak is nagyon örülök, hogy nagyon sokan vannak mezőtúron olyanok, kórusok, népdalkörök, akik ezt a hagyományt igyekszenek megőrizni, és természetesen, ha lehet, akkor minél több rendezvényen tovább örökíteni a fiatalok számára. Tisztelt ünneplők, én megköszönöm önkormányzatunk részéről nagyon nagy hálával és tisztelettel az együttes munkáját. Számos alkalommal rendezvényeken, vidéken is öregbítik városunk hírnevét, és nem utolsó sorban szórakoztatják a jelenlévőket. Én a születésnap alkalmából sok szeretettel gratulálok. Azt kívánom, hogy még hosszú időn keresztül erőben, egészségben tudjatok működni, minél több ember szívéhez, lelkéhez eljutni. Ehhez természetesen az önkormányzatunk részéről, amit csak tudunk, megadunk, segítünk. Számíthattok ránk a továbbiakban is, természetesen mi is számítunk rátok. És ezt a kis kosarat ajándékba hoztam, fogyasszátok egészséggel, amit most akkor át is nyújtanék. 10 éves jubileumot ünnepel a Vadvirág Népdalkör. Neked milyen kapcsolatban, mióta vagy kapcsolatban a Népdalkörrel? Én a Népdalkörrel 2012 óta tartom a kapcsolatot, akkor álltam be, mint citer a kísérő. Majd 2016-tól vettem át a Népdalkör vezetését, miután Agárdiné, Ica néni hosszabb tábra elutazott. Azóta én vezetem, én állítom össze a csokrokat, és járjuk a országot, helyi rendezvényeket. És mit tudnál elmondani a társaságról? A társaság nagy része nyugdíjas. Szerencsére van 2 fiatalabb társunk is, ami nagyon jó jel az, hogy a fiatalabbakat is be tudjuk vonni a éneklésbe. Fontosnak tartjuk a helyi népdaloknak a továbbadását és a környékbeli népdalokat. Így ma a műsorunkban jászsági népdalok lesznek, és elutazunk egy kicsit messzebbre, Mátra vidékére is. Mi lesz a mai nap programja? Hogyan készültetek erre a napra? Nagyon izgalmasan készültünk erre a napra. Szerintem én izgulok a legjobban. Hát ugye több meghívott vendégünk van. Szolnokról jött a Szolnoki Népdalkör. Van egy szólista leányzó, aki a Fölszállott a Pávában is szerepelt. Marosvásárhelyről érkezett Szőlősi Katalin. Ezen kívül Túrkevérről jött a Madarász Károly Népdalkör. Helyi népdalkör is, Mongro-Algráz ZRT népdalköre is képviseli magát, és nagyon jó barátságot tartunk a dévaványaiakkal, és így onnan hívtunk egy citera zenekart, a Sóvirág citera zenekart. Ugyan te még nem teljesen 10 éve vagy a népdalkör tagja, mégis hogyan értékeled azt az időt, ami alatt kapcsolatban voltatok? Ezt az időt én nagyon tartalmasnak és nagyon eredményesnek tartom, ugyanis a Népdalkör több versenyen is részt vett velem együtt, és lehet érezni, és a zsűrik is elmondják, hogy lehet érezni, hogy fejlődik a csoport, és egész magas színvonalon művelik, amit művelnek, vagyis hogy a énekeket nagyon szépen, kulturáltan, tisztán tudják visszaadni a közönségnek élvezetesen. Ez számomra nagyon fontos, hogy úgy álljunk színpadra, hogy mindig élvezzük, amit csinálunk. És ugye az eredményeink is mutatják azt, hogy több aranyoklevéllel rendelkezünk már. A jövőbeli terveitekről tudnál mondani pár szót? Jövőbeli terveink, az lenne nagyon fontos, hogy minél több fiatalt be tudjunk vonni ebbe az éneklésbe.
ezzel kapcsolatosan szeretnénk majd óvodákba műsort vinni, de ugyanúgy szeretnénk továbbra is megmérettetni magunkat, ugyanúgy a kóta minősítésen, Dévaványán, a Kádár Ferenc Népzenei versenyen, és egyéb meghívásra szeretnénk eljutni, ahogy lehet. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!